A Tamási Könnyű László könyvtár méltóképpen ünnepelte meg fennállásának 70 éves évfordulóját. Tolna megye 6 járása közül először Tamásiban alakult könyvtár, ekkor 1952. május 1-jét írtak. A volt polgári iskola épületében 70 négyzetméternyi területet kapott három aprócska termecskét. Egy főfoglalkozású könyvtáros látta el akkor a könyvtárosi teendőket, a körülbelül 2000 darabos állományt gondozta. Ekkor a legfontosabb feladat az olvosok toborzása és az olvasóvá nevelés volt. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor azt látjuk, hogy könyvtárunk mindig követte a szakma elvárásait, kihívásait, követte a könyvtárügy stratégiai céljait, a trendeket, és ennek eredménye az lett, hogy a 70. születésnapunkra, amelyet mai nap ünnepelünk, már a minősített könyvtár címmel is dicsekedhetünk. Meghívtuk a régi kollégáinkat, és a délután folyamán egy nagyon jó hangulatú könyvtáros találkozót tartottunk, előkerültek régi fotók, elhangzottak régi történetek. A könyvtárosok jó hangulatú összejövetele után egy irodalmi est várt a nagy érdeműre, ahova szeretettel hívták a könyvtár olvasóit is. Libikóka című estjével érkezett Tamási Bach Rutka Róbert zeneszerző és Grecsó Krisztián író. Ez egy zenés-irodalmi est, ami ebben a formában még nem mond semmit, de itt az a különleges helyzet van, hogy maguk az alkotók jöttek el előadni a dalokat és verseket, vagyis az én verseimet zenésítettük meg Robi és én, prózákat fűztünk közé, az éneket versek mellé dalok is jöttek, verskollázsok is vannak, a verskollázsok azok úgy működnek, hogy ugye Robi nem csak dalszerző, hanem zeneszerző is, tehát különböző, mintha filmzene szólna a versek alatt, úgyhogy egy ilyen egymásba kapcsolódó, tematikailag is összefüggő este ez, aminek a legfőbb hitele mégiscsak az, hogy maguk az alkotók adják elő a verseiket. Az első évre fecskelemez anyaga arra alapul, ami egy családi tabló. Szinte minden családtagnak van egy-egy dala, van valamilyen módon egy kapcsolódás valahogyan, és a történetek is ezeket egészítik ki. Apáink, anyáink idejébe repített vissza a szerzőpáros a dalokkal és mesékkel átszőtt előadásuk alkalmával. A megzenésítést már elég régóta csinálom, mert a klasszikus költőktől is követtem nem keveset. Nekem nagyon fontos, hogy kinek a versét és hogyan. Általában 10-15 percet adok, soha nem szabad semmit megerőszakolni. A Krisztián verseimeket átköltött, mert ő is írt már dalszövegeket, ezért tudta, hogy melyek azok a ritmikus versek, amik egyből beletalálnak, és ez így is volt. Elég sok mindent írunk együtt, és szerintem összecsiszolottunk így ennyi, ilyen több év alatt. Hát ugye csináltunk esteket, akkor írtunk ki fülsági darabot, most egy oratóriumot, sőt, voltak különböző, tehát a filmzenékhez is olyan betét dalok, amiket együtt csináltunk, úgyhogy elég összecsiszolottunk, ismerjük egymást már fél szavakból is. Sarkig még elmegyek szívem, nekem ebből nem kell semmi sem. Arra járnám, Kossuth utcai, sötét lesz itt mindjárt, vak sötét. Grecsó Krisztián nem először volt a könyvtár vendége. Betegsége után Tamási volt az első helyszín, ahol előadással örvendeztette meg olvasóit. A duó egy kellemes hangulatú estével lepte meg a 70 éves Könnyű László könyvtár látogatóit.